Régi magyar szokás szerint földet, vizet és kenyeret helyeztek el a Nógrád Tánc Együttes tagjai Szent István Salgótarjáni szobránál. Ezzel a mozzanattal kezdődött az államalapításunk alkalmából szervezett városi ünnepség augusztus 20-án délelőtt a Szent István téren. Ezután Németh Juditnak, a Salgótarjáni Református Egyházközség lelkészének, Horváth Hegyi Ádámnak, a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség lelkészének, és Varga Andrásnak, a Salgótarjáni Római Katolikus Főplébánia Esperes plébánosának közös imádságával folytatódott a megemlékezés. Ezt követően Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere mondott ünnepi beszédet. Szent István nem ingoványra, hanem erős sziklára építette Magyarország alapjait. Törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szemléletében alkotta meg. Ezek az alapok biztosították, hogy hazánk a külső támadások, megszállások és elnyomások ellenére is több mint 1000 éven át megmaradt. A városvezető az államalapítást a családalapításhoz hasonlította, hiszen családjaink is csak akkor képesek fennmaradni, ha az egymás nyomában lévő nemzedékek újra alapítják azt. Mindannyian tudjuk, hogy a család fenntartása mennyi felelősséggel, gonddal és munkával jár. Azonban jól tudjuk azt is, mennyi közösen megélt öröm, siker, boldogság és büszkeség forrása is egyben. Gondoskodni szeretteinkről, szembenézni a kihívásokkal, leküzdeni a mindennapi gondokat, osztozni örömben és bánatban. A család mindannyiunknak az otthont jelenti. Azt, hogy van hova hazatérnünk. Az állam is ehhez hasonló. Nem csak otthonunk, hazánk is van a nagyvilágban. Szent István a magyar állam megállapításával arra tanított bennünket, hogyan teremthetünk magunknak otthont Európában. Otthont, amely védelmet és biztonságot ad. Teret a kiteljesedésre. Otthont, amely bár képes változni velünk az időben, mégis állandó. A polgármester az eseményen külön köszöntötte Salgótarján testvérvárosainak delegációit is, akik a Salgótarján 100 éve város emlékév keretében városunkba érkeztek ezekben a napokban, hogy velünk ünnepeljenek. Ahogy államunk történelmének kiemelkedő jelentőségű eseménye annak megalapítása, úgy településünk történetében is meghatározó volt városá nyilvánításunk. Salgótarján városa 2022-ben ünnepli 100. születésnapját. A centenárium alkalmából közgyűlésünk emlékévén nyilvánította az idei esztendőt. Miként a családokban a jeles napokról együtt emlékezünk meg, nem csak a rokonok, hanem a barátok is, úgy mi is vendégeket hívtunk. Ezekben a napokban együtt ünnepelhetünk Salgótarján számos testvérvárosának delegációjával. Az ünnepi beszédet követően a Zente Ferenc Színház művészeinek és a Nógrád Tánc Együttes táncosainak műsorával folytatódott az esemény. A városi ünnepség végül Szent István szobrának megkoszorúzásával zárult.